Hosszabb szünet után került sor újabb vétülésre a pályavasútnál, amelyet a munkáltató hívott össze, azok viszonylag örvendetes, bejelentette, hogy szándékában áll 2011. október 1-től viszonylagos hatállyal a 6-15-es MNK osztályba tartozó alsó bérsávokat 6%-kal egyaránt, minden osztályban 6%-kal megemelni. Ez magyar fordítva azt jelenti, hogy aki az alsó bérsávba tartózkodik, az 6%-os bérfejlesztést kap, azok, akik ennél magasabb százalékban haladják meg az alsó bérhatárt, akkor 6%-ig ennek arányában egészül ki a alapkeresetük. Ebben megegyeztünk, egy kérésünk volt, hogy a felső bérhatárokat is célnak tartanánk megemelni, a munkáltatótól nem zárkozott el, hozzátéve, hogy ez értelemszerűen most bérfejlesztéssel nem jár, de egy iránymutatást ad a jövőre vonatkozóan. Fontos kiemelni, hogy ez a munkáltatónak, hangsúlyozom, az egyoldalú kezdeményezése, egyfajta előevangélium, ami nem helyettesíti a még hátralévő bértárgyalásokat, annak ellenére, hogy bérmegállapodás végül is június 31-éig létezik, nyilvánvalóan figyelemmel akár a választásokra is a szakszervezetünk mindenképpen fogja kezdeményezni a bérek rendezését, hiszen ha semmi másért, de hát azért, hogy a rákereseteket meg tudjuk őrizni, a vállalati infláció mértékével béreket szükségszerű változtatni, növelni, mert ha nem, akkor tulajdonképpen bércsökkenés és rákeresett csökkenésekkel számolnunk. A megállapodás remélhetőleg ezen a héten aláírásra kerül, mások azért is, hiszen úgy a VS és a másik kollektív szerződés kötésre jogosult szakszervezet a vitas követően a munkáltató előterjesztésével egyetértett. Visszatérve a bérrendezésre, a sáv kategória alját érintő bérrendezésre indítványoztuk, hogy a MÁV ZRT, mint tulajdonos, biztassa arra a MÁV Start, illetve a konszolidált körbe tartozó cégek vezetését, hogy hasonló gesztusokat tegyenek az év hátralévő részébe, hiszen tudomásom szerint a MÁV Startnál is jelentős megtakarítások jelentek meg, és azt gondolom, hogy a konszolidált körbe tartozó cégek zöménél is hasonló a helyzet, mivel ők is a vasutasoknak családjába tartozók, nem hiszem, hogy méltányos lenne, ha ők kimaradnának e lehetőségből. Viszont rövid volt a vétülés, ami mi még felvetettünk, az a rehabilitált munkaköröknek a kérdése, hogy arról a Védészet Kongresszusa ugye döntött, szorgalmazza a szakszervezetünk, hogy azok, akik az egészségi alkalmatlanság miatt a vasúti szolgálatra már nem alkalmasak, és a munkaerőpiacon nem tudnak megfelelő értéket megjeleníteni, azok ne veszítsék el az egzisztenciájukat, hanem a vasút számukat korábban is, hát megélhetést, egzisztenciát biztosítson. Ez nyilván egy hosszabb tárgyalási folyamatnak lehet majd az eredménye, de nem adjuk fel, és ha úgy tetszik, újra kezdtük ezt az évek óta hallódó gondot, soknak nagyon nagy problémát jelentő kérdést. Szóba került még a vasútbiztonság helyzete, az utóbbi időben sajnálatos módon növekednek a szembemenesztések, jelző meghaladások is gyakoriak. Ennek az okát fel kell tudni tárni az arra érdemeseknek, illetve hozzáértőknek, hogy mi egyelőre nem tudni, de a tendencia az nem a kívánt irányba mutat. Nyilván közre játszik benne a munkaleterheltség, a stressz, a bizonytalan jövőbe vetett élethelyzet, és sorolhatnánk, de mindenképpen meg kell találni a megoldást, hogy
a vasút biztonsága az nem csak a szerencsém múljon, hanem a rendezett körülményeken is. Ugyanígy a vasúti vizsgáztatással kapcsolatos anomáliákról is szót ejtettünk. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy a vasút vezetése felismerte azt, hogy ennek alapvetően mik a valós okai, és remélhetőleg avva is, hogy a BGOK a vasúti szolgáltatóhoz ZRT-hez kerül, több lehetőség lesz arra, hogy az ott a színvonalán, kérdő színvonalán emeljenek. Megemlítettük a közmunkások ügyét. Elég sok gondot jelent az, hogy a forgalmi irodákba kerülnek ezek az emberek nem elszállásolásra, hanem a pihenőidejüket ott töltik, ruházatukat ott őrzik, öltöznek át, illetve használják a MÁV létesítményeit. Bizony ez aggályos, hiszen a F2-es utasítás egyértelműen szabályozza, hogy a forgalmi irodákba kik tartózkodhatnak, és milyen jogcímen, és milyen időszakban. Hát a közmunkások ebben semmiképp ebben a körben nem tartozónak tekintendőek. Ígéretet kaptunk arra, hogy áttekintik a helyzetet, és hát igyekeznek a szabályokhoz igazítani a foglalkoztatásukat. Ma délután véletlenül sor fog kerülni a integrált, tehát a MÁV trakció, MÁV gépészet, MÁV startra vonatkozó korrektív szerződés módosítására, amely azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy egységes szerkezetbe foglalt munkaviszonyra vonatkozó szabály fogja majd a továbbiakban a cég, az összevont három cég működését segíteni. Hosszas vita, vajudás előzte meg a remélt aláírást, de végül is erre az évre úgy vélem nyugvópontra tudjuk hozni a kérdést. Vesztesei lesznek ennek, hiszen korábban ugye arról volt szó, hogy senki nem járhat rosszabbul, legalábbis a végrehajtó szolgálatnál dolgozók körében. Úgy vélem, hogy a munkavállalóink körében, a tagjaink körében ennek a kvalitiszerzés módosításnak vesztesei semmiképpen nem lesznek. Hát a vesztesei pedig azok, akik kénytelenek voltak bizonyos szempontrendszert fölhagyni, hogy most kik azok, azokat tudvajasságban nem óhajtom megemlíteni. Értelemszerűen, mivel ezekben a kérdésekben adott szint alatt kevés ember tud beleszólni, hát ki lehet találni, hogy még egyszer mondom, hogy ki az, aki ebben esetleg úgy érezheti, hogy alul marad, bár nem lenne szerencsés, ha így érezni, inkább azt gondolom, hogy örvendezni kell mindenkinek, hogy konfliktusmentesen tudtuk lezárni ezt a bizony konfliktusokat terhes pár hetet, inkább hónapokat.